Reggel, mikor kinéztem és láttam, de sajnos szemembe sütött a nap. Reggel, mikor kinéztem és láttam, de sajnos szemembe sütött a nap. Láttam a madarakat szállni az égen, sajnos szemembe sütött a nap. Láttam az embereket járni a réten, sajnos szemembe sütött a nap. Az öreg rosta tanítja, everything's alright. Az öreg rosta tanítja, everything's alright. Az öreg rosta tanítja, everything's alright. Csak dúdolom azt, hogy jó, jó, jó. Mondják, hogy pozitívan éljek, de nem rezek benne már semmi sem. Azt mondják, hogy pozitívan éljek, de nem rezek benne már semmi sem. Lekéstem a gépemet, nem megyek, nem megyek én már haza. Lekéstem a gépemet, nem megyek, csak tudolom azt, hogy jó, jó, jó.
kell énekelni. Ez jelenti az életre is. Bocidai magas torony, elakadt az ostorom. Gyere a várnak az ki, ne vajon törjen ki. Még azt mondják a vonat, hogy a vonat nem tolat. A vonat nem tolat, miből lesz a kis vonat. Most menj hozzá, folyékony kosztümő. Egyszer a főnököm azt mondta, Béla, gyerekek, mert nagyon sok gyerek nem tud, mert a szülő nem tudja egyszerűen azt a kevés iskola költséget se finanszírozni. Tehát 12 gyereknek van a programokon keresztül biztos tanulási lehetőség, illetve ilyen iskolafejlesztési programokat, tehát amire az iskolának szüksége van, számítógép, tehát valami, tehát amire ugye ahhoz, hogy jól menjen az iskolai élet, szükség van, ilyen beruházásokra is a fennmaradó részt. Mi oda adományt elküldtük, ők már rengeteg adományt küldtek ide, csak ti nem vettétek észre. Milyen adományokat küldenek az afrikai gyerekek ide szerintetek? Reggel, amikor itt iszunk a kávét például, hát azt nem a Lidl termeli, a Lidl dolgozói. Az kint az Afrikában, a földeken, a tűző napon ott az emberek ott termelik azt a kávét. Szolgásom, mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig játszani? Akarsz együtt a sötétbe menni? Gyere!
fontosnak látszani. Akarsz-e játszani mindent, ami élet? A vastelet és hosszú-hosszú ősz. Lehet-e némán teát inni vélet? Rubin teát és sárga pára gőz. Béla vagyok. Egy gombgyárban dolgozom. Egyszer a főnököm azt mondta. Béla. Béla. Te nem dolgozol eleget. Te nem dolgozol eleget. Dolgozz a jobb kezeddel is. Dolgozz a jobb kezeddel is. Hello. Hello. Béla vagyok. Béla vagyok. Egy gombgyárban dolgozom. Egy gombgyárban dolgozom. Egyszer a főnököm azt mondta. Egyszer a főnököm azt mondta. Béla. Béla. Te nem dolgozol eleget. Te nem dolgozol eleget. Dolgozz a bal kezeddel is. Dolgozz a bal kezeddel. Dolgozz a feneket. Dolgozz a feneket. Hello. Hello. Béla vagyok. Béla vagyok. Egy gombgyárban dolgozom. Egy gombgyárban dolgozom. Egyszer a főnök azt mondta. Béla. Béla. Bejegyzés augusztus 11-éről. Végre van néhány perc szabadidőm, hogy Horvátországra készülve a kék kacsatalpat, a tengerjáró cipőt, a naptejet, a szúnyogirtót, a túracipőt, mind a táskámba rakjam. Kivéve a ventilátort, ami már nem fér bele a bőrönbe. Pedig szükségem lenne rá, tudom. És tudom azt is, ahhoz, hogy a csillagos ég alatt tosolhassak kalózódra, s halljam, miként hegedülnek az abócák. Tudom, nem szükséges a ventilátor és a kényelem sem. Minden kész. Apa megerősítette a bőröm kerekeit, és a fényképezőgép eleme is fel vannak kérdve. Vigyázz, kész, rajt! Kedves tábortársak! Hozódjatok közelebb a tábortűzhöz, egy mesét fogtok hallani. Történt egyszer, hogy 17 erdélyi, köztük Széke és Csángó elindult a udvarhelyről, hogy meghódítsák a Bászti-hegyeket. Röpke 24 óra utazás alatt a gondolataink már az Adria habjai között úszkáltak. A gondolataink a tengerbe, mi a melegben fulladoztunk. Húzd a bőröndöt! Szólt a kiáltás, s fejemben bizony megfordult, hogy ez a rövidebb út a Mennyországba vezet. Szent Péter helyett Józsi bácsi és az ő két szürke angyalkája fogadott. A tavalyi idegenekből idénre visszatérő ismerősök lettek. S bár lampion most is van nálunk, tudjuk, nem szabad meggyújtanunk. A buszra is mindig idejében odaérünk, de a reggeli még kicsit korai. A Dalmácia partjain egy jókedvű, éneklő, táncoló csapatot látsz vagy hallasz, ne esd kétségbe, azok mi vagyunk. Bár már állítólag az egy nagy taps nem menő, nálunk úgyis ez lesz a nyerő. Itt, a horvát ég alatt megmutatjuk, számunkra hogyan ragyognak a csillagok. Meglepetés, ekköltemény, csecsebecse, csecsebecse, ajándék, mellyel meglepem, kávéházi szegleten, magam-magam, magam-magam, 37 évem elszelet, még havi 200, sose telt, hazám, 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 hazám. Lettem volna oktató, nem ítöltőtől fogtató, szegény legény, szegény legény. De nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem, ura, 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 ura. Indel megy gyorsan, nyersen ért, ha nincsen apám, versemért, ahont kivont, ahon kivon, szabjával lopta ellenem, ide idézi szellemem, evés nevét,
Kevés remény. Reméljük, hogy ez a betlehemezős emlék valamennyire mégis összetartja ezt a csoportot, és a csillagfény az éjszakában tovább ragyoghat az égen. Hangod velünk szólt, és ott éljen benned.